Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, ja, jön egy kis Warframe. Beszélgessünk a Warframe így 2017 hajnalá, hogy hova változott a játék, és hogyan álljunk hozzá ehhez a játékhoz, mert ugye nem lehetünk vakok, tehát a játék szignifikánsan megváltozott, és természetesen rengeteg játékos emiatt a változás miatt elpártol a játék mellől, és van, aki most, tehát aki most ismeri meg, annak természetesen ez egy új élmény lesz, és ez így lesz jól valamilyen szempontból, és lévén egy öreg Warframe játékos, vagy egy jó ideje játszom azért a Warframe-mel, szeretném megosztani én is gondolatomat ezzel, és egy kicsit rávilágítani arra, hogy miért hagyják el a játékosok a Warframe-et, vagy éppen miért jönnek be újak. Hogy miért jönnek be újak, az elég egyértelmű. A Warframe egy fantasztikus játék, tehát tényleg nagyon jó univerzummal rendelkezik, nagyon könnyed játékmenettel rendelkezik, nagyon jó irányítás, tehát minden megvan benne, ami egy jó játékhoz kell, és maguk a küldetések is, hogyha szereted ezt a hack and slash stílust, akkor a Warframe az, és szereted a sci-fit természetesen, akkor a Warframe az egy ideális játék. Végül is eljutottak, amikor én kezdtem el ezt a játékot, végül is az első naptól kezdve, eljutottak mostanáig 26 millió játékoshoz, szóval az ezért nem semmi eredmény, azt kell, hogy mondjam, és egy olyan irányba változott a Warframe, ami engedte, hogy elmenjenek 26 millió játékoshoz, elméletileg, ugye? Viszont rengeteg régi játékos panaszkodik rá, hogy az egész játék már olyan szinten átváltozott egy grind festé gyakorlatilag, tehát csak mész és grindoz, ami teljesen játékos ellenes. És azt kell mondjam, hogy és sokan videósok, például akik csináltak Warframe videókat, abba hagyták ezért a játékot, és azért, mert egyszerűen állítólag ugye a fórum nem hallgat rájuk, nem hallgatnak a játékosokra, az egész csak egy hatalmas pénzfarmolás lett számukra, tehát hogy pénz szedjenek ki a játékosokból, az egész a játékosok terére csak egy farmolási szimulátor lett gyakorlatilag, és egyet kell értsek, ez rohadtul mind igaz, tehát, és azt kell mondjam, hogy félreértés ne jössék, a Digital Extreme is pénzből él, szóval kell nekik a pénz, ezt kell mondjam, és a szomorú az egészben, hogy ezt a játék struktúráját felhasználták arra, hogy egy nagy farmolási szimulátort csináljanak, tényleg, gondolk itt például a relik rendszerekre, és a drop táblázatra, hogy mennyire rossz az RNG, tehát a random number generator, mennyire rosszul van kitalálva, illetve nem rosszul van kitalálva, olyan precízen van kitalálva, és arra van kitalálva, hogy te elmegy és farmolj, mint az őrület. És rengeteg időt tölts el a játékban, és hogy ha megvan benned az a vágy, ami legtöbbünkben megvan, ugye, hogy megszerezzük azt is, tehát rengeteg időt kell eltölts a Warframe előtt, hogy ez mind megtörténjen. És ezzel tényleg egyetértek. És az, hogy ha bejön egy új Prime Warframe, akkor új relikek jelennek meg a játékban, ami senkinek nem lesz meg, ezért menni kell farmolni, és ugye ez is random generált dobálja a játékban, és rengeteg időt kell eltölts azzal, hogy farmolján. Ezt nem kevés bizonyítja az új Valkyr Prime, ugye bejött a Valkyr Prime, nézegeti az ember, hogy honnan tudná kifarmolni, és rájött, hogy egy kulcsa sincsen, mert hogy új kulcsok jöttek be, ezért mentem farmolni, mint az őrület, és szerencsém volt, tényleg szerencsém volt, hogy kidobta a Valkyr Prime. Ez így, ebben a formájában nem egészséges a játékosokra nézve. Tehát ez ebben a formájában, hogy a Warframe létezik most, nem túl jó játékosoknak. Ez nem az a játék, amivel elkezdtek játszani, ahol tényleg egy csapat játék volt azon a téren, hogy voltak a tower kulcsok, és a tower kulcsokat meg lehetett osztani másokkal is, olyanoknak, akiknek nem volt esetleg, és így tudtál segíteni másoknak, de itt most mindenkinek lennie kell, mondjuk egy reliknek. És nem csak előtt, tehát minden nyersanyagról bevezették a nitait, bevezették a kuvát, bevezettek egy csomó nyersanyagot, amit csak arra készített, hogy Warframe-nél minél több időt tölts el. Ez toxikus egy bizonyos szempontból. Na de viszont, és ezért is, mivel hogy szeretem még mindig ezt a játékot, és nincs bajom vele különösebben, leszámítva ezt a dolgot, és tényleg szeretem még mindig ezt a játékot, és
nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy akkor kezdtem el játszani ezzel a Warframe-mel, amikor még mindezeket, ami nekem jelenleg megvan ott az űrhajóba, mind az összes Warframe, az összes jelenlegi Prime, minden megvan, és egy csomó sziandala anyám kinyadt, tényleg, és sikerült megszerezni még akkor, mielőtt ezt bevezették, mert most őrületes lenne, ha mindezeket meg kellene szerezni. És ez egy azoknak, akik most kezdték el a Warframe-et, is rettentő jó tanács, és szerintem nekünk is egy kicsit öregebbeknek egy jó tanács, amit most mondok, hogy mostantól, amíg ez nem változik valamilyen irányba, a Warframe-re szerintem érdemes úgy tekinteni, mint egy egyszerű single player játékra, tehát ne akarj durván megszerezni mindent benne. Ne akarj durván megszerezni azt, vagy megszerezni amazt, mert rengeteg időt fogsz elpazarolni farmolásra, és nem játék élvezetre. Tehát igyekezz kitalálni magadnak azt a célt, amit meg szeretnél szerezni, és azért menni, de vigyázz, ne is abba a csapdába, hogy egy folyamatos farmoló szimulátort játszol, mert annyira precízen ki van találva ez a random generating number, hiába random, de ezek be vannak nekik állítva, hogy mikor és hogyan dobáljon neked ki cuccokat, és úgy van beállítva, hogy ne igazán dobáljon ki neked cuccokat, hanem költs el pénzt arra az adott dologra. És ha akarod, természetesen pénzt költhetsz, mert ha pénzt költesz, akkor nem egy pay to win lesz a játék, hanem pay to nézzél ki jobban, vagy hogy szerezd meg gyorsabban azt az adott cuccot című történet. És nincs baj az, hogyha Warframe-be pénzt költesz, mert ezáltal is támogatod a játékot, és megszerzed a kívánt cuccot gyorsabban, de hogyha nincs pénzed erre költeni, akkor vigyázz, ne ess ebbe a farmoló szimulátor csapdába, mert nagyon-nagyon megnehezíti a játékot. Tehát javaslott úgy játszani a játékkal, hogy van kiélvezni magát a játék menetet, és a játék végén dobott cuccoknak örülni, és felhasználni arra, mire neked kell. És feltehetitek a kérdést, hogy jó-jó, Nekro, de és szeretnék új Warframe-eket, szeretnék Orokin reaktort, Orokin katalisztot, szeretnék mindenféle ilyesmit. Szeretnék új Warframe slot helyeket, és ehhez plat kell, ugye, és platot kell szerezni, és platot szerezni, csak Prime cuccok, és többnyire értékes Prime cuccok eladásából származik, és igen, és itt jön az egyik kulcsfontosságú dolog a Warframe-hez. Egyrészt ajánlom mindenkinek szeretettel a Warframe Trading-et, Google beírjátok Warframe Trading, felregisztráltok, és követitek figyelemmel, hogy minek milyen árértéke van, mit hol lehet eladni. Másrészt, hogy platot szerezzetek, és ez egy nagyon egyszerű módja, és ne felejtsétek el, hogy van, akinek mindig van pénze költeni erre a játékra, tehát lesz platja ebben a játékban, és hogyha neked nincs, nem probléma. Ne törekedj farmolni a legjobb kulcsokra, amik a legdrágább cuccokat adják. Nagyon fontos, ha ezt teszed, gyorsan kiégsz a játékban. Rettened gyorsan kiégsz a játékban. Tudjátok, mit kell csinálni? Farmolni kell, és amilyen reliket dob, vagy nem ad reliket, élvezzétek a játékmenetet, és a végén, ha kaptok valami reliket, elmész, és kifarmolod azt a prime cuccot, amit éppen kidob. Ha a legértékesebbet dobja ki, örülsz neki, ha nem, akkor is örülsz neki, tudod miért? Mert vannak olyan emberek, akik prime junkokat vesznek, tehát a nem kellő prime cuccokat veszik, olcsón. Tehát mit tudom, 5 darabot 10 platér. Tehát 10 darab, az már 20 plat, az már egy Orokin reaktor, kataliszt, vagy egy új Warframe slot. Ha ebből az aspektusból vizsgálod meg a játékot, és a játék így meg tudod szerezni szépen, lassan, nem gyorsan, de meg tudod szerezni a kívánt dolgokat, a Warframe, amiket egyszerű platér megvenni, semmit, hogy megvárni, hogy a játék behozza őket. Mert ugye mindent behoz a játék ingyen, amit lehetséges, katalisztot, reaktort is, stb., de például a Warframe slot helyeket nem. És azt platért meg kell venni, de így szerezhet gyorsan platot, de ne feled, úgy gondolom, hogy a Warframe-mel most a játék élvezetéért, aki nem a játék élvezetéért játsz ezt a Warframe-et, hogy hackkelsz le, hogy élvezi a küldetést, élvezi a végtelen hullámú Survivor-t, vagy Defense-et, akkor
el fog veszni a farmoló szimulátorba, el fog veszni abba, hogy minél jobb relikeket farmolja, el fog veszni abba, hogy minél több nyersanyagot kell farmolni, hogy a nitainra be kell érni, mert hogy ennyi az idő, és nitain alert van. Srácok, nem szabad farmolni jelenleg a Warframe, ezt akarom mondani. Amit ad a játék magától simán, abból is meg lehet élni. A bármit el tudsz adni úgy a tradingen, hogy megszerezd azt, amit akart. Legyen türelmet kivárni, amit akar. Jelenleg úgy gondolom, a Warframe egy olyan irányba halad, amiért nem feltétlen érdemes pénzt kiadni. Nagyon jól néz ki minden, de sokkal jobb lelkileg, sokkal jobban érzed magad, hogyha nem megvásárolod platér azt az adott dolgot, hanem játszol érte, ha lassabban is, de megszerzed előbb-utóbb azt, amit szeretnél. Előbb-utóbb fel tudsz annyi platot, meg tudsz annyi platot csinálni, hogy meg tud venni azokat, amiket szeretnél magadnak, amit gyorsabb platér, vagy könnyebb elérni, de inkább a játék élvezetéért játsz, sem mint a farmoló szimulátoré. Ezt szerettem volna beszélni Warframe-ről 2017 hajnalán így, és azt gondolom, hogy azért, mert itt sokan abba hagyják a játékot, mert hogy egy nagy farmoló szimulátor lett. Szerintem úgy gondolom, hogy tényleg hülyeséget csinálnak, mert a játék még mindig jó. A játékban jelenleg az elmúlt egy évben több tartalom érkezett, mint a többi évben bármikor. Gyakorlatilag egy csomó minden új dolgot kapunk, és hihetetlen változatosságra ad keretet a jelenleg beérkezett dolgok. Nem mindennel értünk egyet, ez természetes, nem minden úgy alakul, ahogy alakulnia kell, és főleg ezt mi, akik régebb óta játszunk, érezzük a legjobban, hogy mit veszített a Warframe, mert veszített, de akik most találnak be a Warframe világába, úgy gondolom, hogy rettenet élvezni fogják, mert egy nagyon jó kis sci-fi történet, egy nagyon jó játék menettel hozzátársítva, és nem beszélve arról, hogy fejlődik például a grafikai szinten is, ami hozzátesz a játék élményhez. A farmoló szimulátor hát pedig most ebben a Warframe-ben, ezekben az időkben, amíg a játékosok meg nem unják, hogy ez így van, és mást követelnek, addig el kell felejteni. Tehát ne farmolj, mert akkor semmi nem lesz. Tehát mindened és semmit gyakorlatilag. Minél jobban törekszel arra, hogy meglegyen az a dolog, annál inkább nem lesz semmit abból az egészből. És amikor például beletelt 2 órádba, hogy kiformolj egy darab olyan reliket, ami mondjuk a Valkyr szisztemet adja, ami tök értékes, most mondtam valamit, ugye beletett 2 órád, és a végén nem azt kapod, akkor elvesztegetett időnek fogod érezni, és hogyha mindezt nem azért, tehát hogyha ezért csak azért a relikért farmoltál, mint az őrület, akkor elvesztegetett időnek fogod érezni, de hogyha a játék élvezetéért csináltad, és dob, amit dob, mindegy, akkor már élvezted azt az eltöltött időt. Srácok, köszönöm szépen, ennyitől mit gondoltok, hogy hova változott a Warframe most? Nektek tetszik ez az irány, amit felvett, vagy mit változtatnátok rajta? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!